Hagyni kell dolgozni a vállalkozásokat, ezért nem nyúltak hozzá az elmúlt években a helyi adókhoz Szekszárdon. A 3 milliárd forintot is meghaladta az összeg, amit a megyeszékhely helyben szedett be tavaly. Ebből 2,5 milliárdot iparűzési adóban fizettek be az itt működő cégek. Ez azért lényeges, mert ezzel szabadon tud bánni a város. Ezt lehet felhasználni önerőként a pályázatokhoz, ebből lehet önként vállalt feladatokat finanszírozni és saját fejlesztéseket megvalósítani. A helyi cégekkel történő együttműködés viszont nem áll meg itt. Külön örömmel tölt el engem, hogy a nagyvárosi rendezvények kapcsán is számíthatunk ezekre a vállalkozásokra, hiszen mindig mellénk állnak, támogatják ezeket a rendezvényeket. Azt várják ők is, hogy minden olyan esemény, ahol az ő munkavállalók jól érzik magukat és ki tudnak kapcsolódni, és ráadásul olyan magas színvonalú programok jönnek ide, mint amilyen a születinapok, vagy éppen a pünkösdiala és vadünnep, azokat érdemes támogatni, hiszen szükség van a feltöltődésre nekik is, és a dolgozóiknak is. Tán soha nem volt ilyen jó gazdasági környezet, mint most, mondta az Esten Szepesi Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. A gazdaság növekedése gyors, a kis- és középvállalkozások fejlődése pedig nem marad el a multikétól, sőt, a termelékenységük 2009 óta 20%-kal nőtt, ami jobb, mint a multinacionális cégeké. Közben az adóterhelés 52-ről 39%-ra csökkent. Vannak kihívások, korszakváltás előtt áll a magyar gazdaság, nagyon gyorsan nőnek a bérek, ezt a cégeknek ki kell tudni termelni. Aki nem lép be a digitalizáció világába, az egész világból kimarad. Ezen kívül a következő 10 évben a magyar vállalkozások irányítójának, tulajdonosnak több mint fele van nyugdíjba. Mindezekből az következik, hogy van feladat előttünk elég, hogy a most meglevő gyors fejlődési ütemet meg tudjuk tartani. A cégek a GINOP programból idén 130 milliárd forint támogatásra számíthatnak, a 2021-27-es uniós ciklus előkészítése pedig most zajlik. Az államtitkár annyit elárult, hogy az uniós elképzelés szerint kevesebb pénz jutna Magyarországnak, mint korábban, amit ők nem akarnak hagyni. Konkrét intézkedésekre viszont csak a májusi választás után lehet számítani.